Babacsomagot adott át a polgármester, olcsóbb a sertéshús, olvasóverseny, kimagasló tanulmányi eredmények. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 2-án 18 óra 5 perckor. Az önkormányzat 2018-tól kiemelten támogatja a gyermeket vállaló családokat, így a költségvetési rendeletben babacsomag bevezetéséről is rendelkeztek. A babacsomag az újszülöttek gondozását segítő egyszeri természetbeni támogatás. A babacsomag olyan babaápolási termékeket, használati tárgyakat tartalmaz, amelyeknek a mindennapok során a szülők hasznát tudják venni. Szepesi Tibor polgármestertől Mándoki László és párja Gyányi Orsolya vette át az idei első babacsomagot. Gyermekük Zalán január 1-én a megye és a város első szülötteként érkezett. Nagyon tündéri kisbaba, nagyon sokat alszik, keveset sír. Ez a legjobb dolog az egészben, hogy nagyon keveset sír. Nagyon jó alvó baba, panaszunk nincs rá, hál' Istennek. Mint az édesanyja elmondta, azóta kisfia már 9 centit nőtt, és közel 2 kilogrammot hízott, és áldott jó baba. Sokat alszik, és érdeklődve figyeli a környezetét. A szülők már a 20. héten tudták, hogy kisfiúk érkezik, akkor választották ki számára a Zalán nevet. Bíztunk benne, hogy kislány lesz, de hát meglepetés volt így kisfiú. Hát a 20. hét után mutatta meg magát, addig titok volt. Hát 20. héten, hogy megtudtuk, hogy kisfiú, utána kerestünk nevet, nagyon sokáig kerestük, meg kellett gondolkoztunk rajta. Hát szerintem a 30. hét után dölt el végleg, hogy Zalán lesz. Orsolya a helyi Kóbban dolgozott pénztárosként, párja az EHUL-nál gépkezelő. László mindenben segít párjának, kisfiú gondozásában. Mindenbe közös, kivéve az etetés, mert anya teljes, így aztán az az én részem. De a pelenkacsere, a fürdetés, büfiszetés, minden megosztik, úgyhogy szerencsés vagyok ilyen téren is. A babacsomagnak nagyon örültek, mert hasznos dolgok vannak benne. Szepesi Tibor polgármester fiai már 20 évesek, így kicsit félve vette kézbe a 6-7-es pici Zalánt. Egy picit féltem, be kell valani őszintén, nagyjából 20 év eltelt, 21 néhány év, mikor utoljára ilyen pici babát fogtam a kezemben. Nyilván félve fogja meg az ilyen kis testeket az ember, hiszen nincs azért hozzászokva minden nap. De hát azért bízom benne, hogy előbb-utóbb gyakorolni kell, majd nekem is ideje lesz lassan nagyapaként majd hozzászokni ahhoz, hogy belekerülök abba a korba, amikor előbb-utóbb nagy örömmel kell majd kézbe vennem egy ilyen kis babát ismételten. Miután visszaadta édesanyjának, elmondta, az önkormányzat idén is szeretné segíteni az újszülöttek első heteit a babacsomaggal. Mindenképpen szeretnénk segíteni a újszülöttek első lépései mögé odaállni az önkormányzat, hogyha mással nem, akkor egy ilyen babacsomaggal, hiszen azt gondolom, hogy szükséges a szülőket egy picit támogatni a kezdeti lépésekben. Az idei költségvetésünk lehetővé teszi azt, hogy a babacsomagot tovább tudtuk gyarapítani. 25 ezer forint értékbe kerül átadásra január 1-től a csomag, tehát ezek azokat az eszközöket tartalmazzák, pelenkát, kis evőeszközöket, különböző olyan dolgokat, amely a kezdő lépésekhez mindenképpen szükségesek. Én bízom abban, hogy nagyon sok szülőnek, nagyon sok családnak át fogjuk tudni adni ebben az évben is. A tavalyihoz képest 5-600 forinttal olcsóbb most 1 kiló sertéshús, tudtuk meg Deák Ferencnétől, aki azt is elmondta, hogy a húsvéti sonkák már érlelődnek. 2 hét múlva már az is kapható lesz húsboltjukban. Az 1600 forintos kilogrammos árak most 1000-1350 forintra csökkentek, aminek örülnek a vásárlók. Ugye már most az ünnepi készletek kezdenek kifogyni, és akinek van helye, az már most tud tartalékolni ezekkel a kedvező árakkal. Igen, érdemes vásárolni.
Még tart a kocsonya szezon. Pörköltet, töltött káposztát, fasírtot is sokan készítenek. Most tulajdonképpen minden részét, még kocsonya szezon van, igen, ugye pörköltes, töltött káposztás, igen, mindent. Darált húsok is mennek fasírtoknak. Tehát most kelendőbb a sertés. Már készülnek a húsvétra is, mert ahhoz, hogy a füstölt áru, a sonka finom legyen, már hagyományosan sózóban vannak legalább 4 hétig, utána 1 hét szikkasztás, majd bükkfával, gyümölcsfával való füstölés következik, és március közepétől már kapható lesz a húsvéti sonka, várhatóan a tavalyi áron. Készülünk, ugyanis április első hétvégére érkezik húsvét, és ahhoz a füstölt áróval, a finom sonkákkal időben fel kell készülni. Tehát azok már, amik hagyományosan készülnek, már a sózóban vannak, és az legalább 4 hét. 4 hét, utána 1 hét szikkasztás, és akkor mennek szépen a bükkfával, vagy a gyümölcsfával való füstölések, készülünk húsvétra, igen. Igen, március 15-e után már, tehát az a 3 hét előtte már, tehát kérdezgetik, készülnek már a családok a húsvétra. Ami szerintem jó hír, hogy nem lesznek drágábbak a sonkák, mint a tavalyi évben. Tehát mi ezt várjuk, erre számítunk, nagyon bízom benne. Deák Ferencék környékbeli termelőktől vásárolnak. Fontos, hogy hagyományosan jó takarmányon nevelt állatokból készüljenek a termékek. Mindig odafigyelünk arra, hogy hagyományos eljárással készült, jó takarmányon nevelt állatokból készüljenek a termékek. A minőségre nagyon, de nagyon odafigyelünk. Karcag 50-60 kilométeres körzetében lévő termelőktől szerzik be az áruikat. A karcagi hagyományos hurka, kolbász mellett a füstölt árut kisebb üstermelőktől, vagy megbízható kisebb üzemektől veszik. Karcagi termékeink, ugye a magyar hagyományosan a hurka és kolbász, amit előállítanak, viszont a füstölt árut azt inkább kisebb olyan vagy őstermelőtől, vagy pedig olyan megbízható üzemektől, akik kisebb tételben állítanak elő. Igen, előnyben részesítjük, igen, a finom jó termékeket, meg amik már így évről évre beváltak. Igen. Deák Ferencné arról is szólt, hogy kezdenek visszajönni a régi hústartósítási módszerek, amikor zsírban tárolták a lesütött kolbászt, oldalast. Én most azt látom, és azt tapasztaljuk, hogy jönnek vissza, elevenednek fel a régi hagyományos dolgok. Tehát vannak családok, akiknek még nagyon, de nagyon jó spájzaik vannak, vagy éppen kamráik, és ugye most túl vagyunk már egy jelentős disznótoros időszakon, és bizony hallottam olyat, hogy előkerülnek a bödönök, sütnek le oldalast, ugye régen csak felfüstölték is, füstölve is fogyasztották, de most már lesütik, és ugyanúgy a húsokat is, vagy éppen a kolbászt, és a zsírban érlelik, vagy tárolják, viszont ehhez tényleg nagyon jó kamra kell, és pájsz. Előjönnek tehát mindig azt mondom, hogy kérdezzék meg a nagyszülőket, szülőket, hogy ők anno, annak idején, tehát hogy előjöjjenek azok a gyerekkori régi ízek, ízvilágok, nagyon isteni finomak, amik hagyományosan készültek, és semmi különleges fűszer, adalékanyag nem volt benne. Efelé tendálunk, hogy minél egészségesebbet és hazait. A hagyományosan semmi különleges fűszert, adalékanyagot nem tartalmazó, egészségesebb húsárukat egyre jobban keresik a vásárlók. Idén csak iskolai szinten hirdették meg a Györfi Napok keretében az olvasó és angol nyelvi versenyeket a Györfi István Katolikus Általános Iskolában. Mennyien készülnek, és mi a rendezési mód most ebben a helyzetben? Valóban csak iskolai szinten hirdettük meg. Jó leső érzés volt azért, hogy azok az iskolák, amelyek a korábbi években neveztek, telefonon felkerestek bennünket, hogy számíthatnak-e az idén ennek a versenynek a meghirdetésére. Akkor elmondtuk, hogy sajnálattal, de az idén csak az iskola keretein belül fogjuk megrendezni. Ennek ellenére, hál' Istennek, ez a verseny továbbra is nagy népszerűségnek örvend, ami gyermekeink körében is. Át kellett alakítani a versenynek a menetét, hiszen ez a verseny két részből állt. A
szövegértésből, amit a gyerekek elolvasnak egy szöveget, és feladatlapot kapnak hozzá, és a feladatokat oldják meg. A másik része pedig a hangos olvasás volt. A kollégáimmal, a szakmai munkaközösséggel, aki felelőse ennek a versenynek a szervezéséért, abban állapodtunk meg, hogy nem olvasunk hangosan az idén, védjük a gyerekeket, védjük a kollégákat, védjük a zsűrit, és csak egy írásbeli feladatot kapnak a gyerekek. Aktuális témához kapcsolódunk minden évben, így lesz ez ebben a évben is, és a szöveg elolvasása után egy feladatlapot kapnak a szöveghez a gyerekek, ezt kell megoldani, és ezt fogja a zsűri értékelni. Felmenő rendszerben hirdetjük ezt a versenyt már évek óta, hiszen kezdetben csak az alsó tagozatosokkal indult, második, harmadik, negyedik évfolyammal, az idén azonban már a hetedik évfolyam is csatlakozott hozzájuk, tehát így egész szép számmal versenyeznek a gyerekek, hiszen az osztályokból két-két fő képviseli a versenyen az osztályt. Kik a zsűri tagjai? A zsűri tagjai a magyar szakos kollégák, illetve azok a tanítónénik, akik magyar szakkollégiummal rendelkeznek. Berecki Zsolttal a refi végzősével terveiről és eredményeiről beszélgettünk. Harmadikos kora óta jár matek versenyekre eredménnyel. Hetedikben történelem versenyen megyei első lett. A vírus miatt a földrajz versenyt most tartották meg, ott megyei második lett, és készül egy országos földrajz döntőre is. A tárgyat tanára Boldizsár István szerettette meg vele. Én harmadikos korom óta járok matek versenyekre. Hát hetedikben megpróbáltam magam egy történelem versenyen, amiben megyei első helyezést elértem, és hát ott mentem volna már földrajz versenyre, és csak elmaradt a vírus helyzet miatt, de most 8. évelején megtartották, és ott lettem megyei második, meg most készülök a gimnázium által rendezett földrajzverseny országos döntőjére. Jobban szereti az egyéni versenyt, mint a csapatot, mert ott a saját tudására számíthat csupán. Hogy így hát a saját tudásomat is tudom fejleszteni, hogy mert a csapatversenyben vagy, lehet, hogy úgy csinálják, hogy több mindenki, hogy ugye, megtanul mást, és nem biztos, hogy mindenki megtanulja ugyanazt. Végig kitűnő tanuló volt az iskolában. A megmérettetés, a tudás mellett az országos díjak igazolják, hogy jó úton halad. Hogy így lehet, hogy könnyebb lesz így a tanulásod, mert hogy már nem kell azt megtanulnom, amit itt a versenyekre megtanultam. Decemberben komplex angol nyelvvizsgát tett, hogy egyetemen ne kelljen ezzel foglalkoznia. A gimiben mellé a németet fogja második nyelvként felvenni, és a matek-fizika szakra megy. A matek-fizikára megyek, mert hogy ott, mert hogy a fizika az majd kell majd nekem. Felnőttként a légi irányításban szeretne dolgozni, erre már most tudatosan készül. A szüleim is mondták, hogy nézzem meg, hogy ez milyen, és hát ajánlották, és megtetszett, amikor utána néztem. És mi tetszett meg benne? Hát az, hogy ott, hogy használni kell, vagy a fejet is, meg hogy azért ott hát csapatban van dolgozva. Szabad idejében tanul, vagy barátaival találkozik, és mint mondta, mindenre jut ideje, amire szeretné. A családi kirándulások most hiányoznak neki is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!